Jó estét kívánok! Híróránkat, kiemelő című magazinunkkal folytatjuk, amelyben betekintést nyerhetnek, miért van a II. Rákóczi Ferenc általános iskola és a Korvin Mátyás iskola előtt egy óriás szív. Vendégünk lesz Csizmadia Ilona, a Híros Agóra ifjúsági otthon program szervezője, akivel az idén jubiláló szülők iskolájáról beszélgetünk. Végezetül beszámolunk arról, hogy mit lehet tudni az autizmusról. Már is kezdünk! Kecskeméten sok ember szívügye a környezetvédelem. Ezt az a két kupakgyűjtő szív bizonyítja, ahová kidobhatjuk feleslegessé vált kupakjainkat. Kecskeméten elsőként a II. Rákóczi Ferenc általános iskola készítetett kupakgyűjtésre alkalmas óriás szívet, múlt hét óta pedig már a kecskeméti Korvin Mátyás iskolához is elvihetjük a műanyag hulladékot. Múlt csütörtökön állt szolgálatba ez az óriás szív a kecskeméti Korvin Mátyás általános iskolánál. Ebből a gyűjtőbe hozhatják a környékbeliek és az iskolások a feleslegessé vált műanyag kupakokat. A gyerekek egyszerre szórakozhatnak a bedobálással, és ezzel egy időben a környezetvédelemért is sokat tesznek. A már több városban is népszerű eszközt egy szülőnek köszönhetően helyezhették az iskola udvarára. Megkérdeztem a páromat, hogy mit szólna hozzá, hogyha felajánlanánk az iskola részére, ahova két gyermekünk is jár egy ilyen kupakgyűjtőt. Természetesen ő is, és az iskola vezetősége is nagyon örült az ötletnek, úgyhogy mi ezt pár nap alatt megszerkesztettük, és meg is valósítottuk. Nagyon sok helyen láttam, hogy van ez a szív, és ugye mivel tényleg ez a profilunkban vág, nagyon tetszett, ráadásul tényleg jótékony célt is szolgálhatunk vele, úgyhogy nem sokat kellett rajta gondolkodnom, úgyhogy ezért is valósítottuk ezt meg. A kupakokat a kihelyezés óta egyre többen dobják a szívbe, nem csak az iskolába járó diákok, hanem a környéken élők is. Az összegyűlt műanyag hulladékot jótékony célra ajánlják fel. Iskolánk egyik szülőpárja jelezte ezt az ötletet, aminek nagyon örültünk. Nagyon régóta gyűjtjük, már 12 éve gyűjtjük a kupakokat. Egy festő Alex nevezetű kisfiú részére. A nagypapája szokta rendszeresen elvinni, ő mozgássérült, és amikor összegyűlik nekik egy teherautónyi, akkor ők azt értékesítik. Tehát őket támogatjuk ezzel, közben a környezetvédelmet is. Itt a szívecske az elmúlt 4-5 napban egy komoly elismertséget ért el. Az iskolai Facebook oldalra föltettük, és több százan lájkolták, illetve jelezték, hogy hordják máshonnan is a városrészből, úgyhogy örülünk neki, hogyha ez a szívecske megtelik, és tovább tudjuk adni a kupakokat. A Hunyadi Városi Tanácsadó Testület felállása után szeretnének több helyen is hasonló szívet kihelyezni, hogy minél többen és minél több emberen segíthessenek. A Korvin iskolának ökoiskolaként még fontosabb, hogy a gyerekeket is környezettudatosságra neveljék. Óvodás és iskoláskor elején kell, én gondolom, elkezdeni ennek a szemléletnek a formálását. Éppen azért, mert a gyerekek akkor még jóval fogékonyabbak, sokkal természetesebb lesz felnőttként az, hogy szelektíven gyűjtjük a hulladékot, odafigyelünk a környezetünk tisztaságára, és védjük azt. Szívalakú kupakgyűjtővel először a II. Rákóczi Ferenc általános iskolánál találkozhattunk, ahol őszóta várják a környékbeli társasházak és az iskolába járó gyerekek felesleges kupakjait. Ha tele a tartály, bezsákolják a kupakokat. A legyártás ennél az első kecskeméti szívnél is a szülőkhöz kötődik, az ötletet pedig egy másik település vas szíve adta. Ez a magyarországi téglás községnek volt a kupakgyűjtő szíve. Felvettem a kapcsolatot velük, hogy hol gyártatták, hogyan. Nagyon segítőkészek voltak, de nagyon nagy árat mondtak, hogy mennyiért készítenék el és szállítanák ide. Na most a mi alapítványunk nem olyan gazdag sajnos még. Így aztán úgy döntöttünk, hogy meghirdetjük a saját iskolánk szülői között, hogy ki az, aki vállalná, hogy önként alapanyag áron a
fénykép alapján elkészíti ezt a kupakgyűjtő szívet. Egy 6. B-s kislány édesapja jelentkezett, aki egyébként lakatos foglalkozású, és nagyon hamar, gyorsan és gyönyörűen ide varázsolta nekünk ezt a szívet. Az iskolába járó gyerekek először nem is tudták, mire lesz jó a szív. Volt, aki azt hitte, hogy dekoratív szemetes készült. Természetesen az osztályokban plakátokat helyeztek ki, hogy tájékoztassák a tanulókat a szabályokról és a gyűjtésről. Láttam, hogy gyűltek belé kupakok, és ugye akkor már tudtam, hogy miért van itt. Én is hoztam egy keveset, bár nem olyan jelentős mennyiségű, de szerintem nagyon-nagyon kis aranyos és jó kis gesztus a környezetünk iránt. Egy olyan hely mondjuk ez a szív, ahová az ember szívesen dobja a kupakokat, sokkal szebb, mint hogyha az utcára lennének hányva egy kupacba. Ez a környezetvédelem szempontjából is, és esztétikai szempontjából is sokba tesz a városunknak és a földünknek is. A Rákóczi iskolában is fontosnak tartják, hogy a tanulók környezettudatos oktatást kapjanak. A gyerekeket a tudatosság mentén próbáltuk rávenni, tehát nem versenyt hirdettünk, nem számoljuk, hogy ki és mennyi kupakot hoz, hanem örülünk, hogy telik a kupakgyűjtő szívünk. Na most az a gyakorlat, hogy 2 hónap alatt megtelik a szív, hozzánk körülbelül 600 gyerek jár, ők nagyon lelkesen gyűjtik, némelyek az egész faluba, némelyek az egész lépcsőházba, és úgy vettük észre, hogy a környék, itt az Árpádváros lakói közül is nagyon sokan hoznak kupakokat. A kupakok a II. Rákóczi Ferenc iskolánál is jó célt szolgálnak. Ez egy nagyon-nagyon beteg vallószögi kislány, sokszorosan sérült, és a Betesda kórház kezeli, és hát az ő szülei és nagyszülei hordják el a kupakot 2 havonta, műanyag zsákokba kitermeljük ebből a szívből, és hát általában 2 hónap alatt ugye 4,5 fekete óriás zsáknyi kupakot tudunk innen kitermelni. Az óriás szíveknek töretlen a sikere. A gyerekek élvezik, hogy bedobálhatják a kupakokat a lyukon. A sok szín és forma pedig legtöbbször azt is elfeledteti, hogy az összegyűjtés után zsákokba kell lapátolni. Megalakulásának 15. évfordulóját ünnepli idén a szülők iskolája. A programsorozat sok szülőnek nyújtott segítséget a gyermekneveléssel kapcsolatos problémák megoldásához. A szülők iskolájával kapcsolatban Csizmadia Ilonával, a programsorozat megálmodójával és szervezőjével beszélgetünk. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban. Ilona, honnan jött az ötlet 15 évvel ezelőtt, hogy egy ilyen előadás programsorozat jó volna, szükség, érdeklődés van rá? Hát én magam is édesanyaként érzékeltem azt, hogy milyen jó lenne beszélgetni azokról a hétköznapokban fölmerülő gondokról, problémákról, ami a gyereknevelés körül fölvetődtek, nem csak a játszótéren, vagy az iskolába, óvodában menve, hanem találkozzak egy-egy szülővel, hanem szakemberek segítségével beszélgessünk ezekről, és hogy ők tudjanak olyan iránymutatást adni, olyan ötleteket, amit otthon ki lehet próbálni, nem biztos, hogy célra vezető, de akkor majd megyek a másik féle ötlet felé, hogy így tudjunk a szülők számára segíteni abban, hogy ez a tárháza az ötleteknek, a megoldási javaslatoknak, ez minél szélesebb legyen, és minél több közül tudjanak választani. Mit szeretnének elérni a programsorozattal? Mi a cél? A célunk mindenféleképpen az, hogy olyan szakemberektől halljanak véleményt a szülők egyes problémák felvetésekor, akik akár városunkban ismert, elismert szakemberek, vagy pedig országosan ismert pszichológusok a gyermeknevelés területén, és ezért a sorozatunk 5 előadásából egyet mindig egy országosan ismert pszichológus tart meg, a többi 4-et pedig városunk ismert szakemberei, a nevelési tanácsadóból, stb. Abban, hogy az adott témához ki a legautentikusabb szakértők, kit kell meghívni, abban vannak, akik segítenek önöknek, tanácsokat adnak esetleg? Mindenképpen ebben én segítséget kértem a kezdeteknél is.
akkor dr. Csertő Aranka volt a segítségemre, aki a kezdeteknél segített abban, hogy akkor hogyan épüljön föl, milyen célokat tűzzünk ki egyáltalán, mit lehet elérni egy-egy ilyen másfél órás előadás alkalmával. És később utána a nevelési tanácsadó munkatársai segítenek, azóta is töretlenül a mai napig ebben az előkészítő munkában és a szakmai megvalósításban is. Karsainé Sós Katalin, Dologné Kovács Izabella vagy Nádas Mária tréner, velük szoktam konzultálni ezekről a témákról és előadókról, ugye? Van, igen. Az elmúlt 15 évben mik voltak azok a legemlékezetesebb, legnépszerűbb témák, hogyha néhányat esetleg említene nekünk? Hát tudom úgy nézni, hogy mi az, ami mindig nagy sikerre tartott számot, amit a szülőket nagyon érdekelte, például a tanuljunk tanulni témakör, hogy hogyan segíthetünk a gyerekünknek abba, hogy az iskolában minden eredményesebb legyen. Nyilván nem lehet egy receptet mondani, mert ahány gyerek, annyi féle fajta tanulási segítséget lehet neki adni, mert van, aki hallás után, van, aki vizuális típus és a látás útján tudja, de van, aki ilyen mozgásos, és közben körbe szaladja 5-6-szor a szobát, amíg egy verset megtanul. Tehát, hogy ezt ki kell tapasztalnunk, hogy kinél melyik tanulási módszer a jó, és erre rengeteg jó ötletet tudnak adni a kollégák. Hát az egyik ilyen téma akkor a tanulási módszerek. Igen. Más témák? Más témák, de mindig népszerű, például az óvodából az iskolába való átmenet. Hogyan válaszolnak intézményt, hogyan próbálják irányítani. Nagyon népszerű mindig a kamaszkor. Ugye ott a szülők addig úgy gondolták, hogy nagyon jó helyen vagyunk, jól haladunk, ott biztos, hogy történik olyan konfliktus, ami megoldásra vár, mert nem szabad, hogy elmérgesedjen. Úgyhogy talán ezek voltak a legnépszerűbb témák az elmúlt időben. És azt is mondhatjuk, hogy ezek a 15 év alatt már visszatérő témák? Igen, időnként mert vissza. A szülők és a gyerekek is felnőttek. Így van, igen, időnként visszajönnek, és ezekre a témákra mindig ugye azok a szülők jönnek, akiknek éppen olyan korú gyereke van, vagy éppen ilyen témával, vagy ilyen problémával találkoznak otthon. De azért az elmúlt 15 év hozott új témaköröket is, mert ezek az élet változik folyamatosan, és a szülők is változnak, a fölgyorsult élettempó, ez nagyon megváltoztatta a családok életét, és például a digitalizáció, a digitális világ, ez nagyon sok... Foglalkoztak már ezzel a témakörrel is? Foglalkoztunk ezzel a témakörrel, és akkor még valójában lehet, hogy a szülők nem érezték annyira, hogy hova fog ez kifutni, és most már pedig nap mint nap halljuk a problémát, hogy ki se lehet venni a kezéből. Beszéljünk az idei programsorozatról. Milyen volt, és milyen program van még hátra? Az idén is 5 előadást terveztünk. Sajnos az első előadás dr. Bekerti Tamás betegsége miatt akkor elmaradt, de a többi előadásokat folytattuk ebben a meghirdetett formában, és most már elérkeztünk a záró előadáshoz, mert március 4-én le fogjuk zárni a szülők iskolájának az idei tanévét, és majd össze szeretnénk Mi lesz folytatni. A záró előadás? Milyen téma van még hátra? Igen, egy új témát választottunk, mégpedig az, hogy a házi állatok és a gyermekek kapcsolata, és hogy a gyerek személyiségfejlődését az állatok hogyan segíthetik, legyen az akár lótücsök, vagy hal, vagy ló, vagy fehéregér. Tehát, hogy mi az, amit meg tud tanítani a gyerekünknek. A 15 év alatt ugye ön ezeket az előadásokat nyomon követi, hogyan látja, mennyit változott a szülő-gyermek kapcsolat, milyen irányban, mennyiben alakult át? Talán az idő egyre kevesebb, mintha egyre kevesebb lenne az idő, és ezért nagyon fölgyorsul, mindent nagyon gyorsan kellene megcsinálni, és a gyerekeknek talán
kevés időt hagyunk arra, hogy ő maga megtapasztalja, hogy hogyan tudja akár önmagát is ellátni, hogy föl tudjon öltözni a cipőjét, be tudja fűzni. És sokszor azt mondjuk, hogy jaj, gyere, haladjunk, csinálj, megcsinálom helyetted, és a gyerek el fogja veszíteni a kíváncsiságát és a türelmét ahhoz, hogy ezt próbálgassa, és aztán már csak valószínű azt fogja várni, hogy majd valaki megcsinálja helyette, de akkor meg már nagyon nehéz kialakítani. Amikor túlhaladunk azon az időn, amikor azt meg kéne tanulni, akkor már egyre nehezebben fogja ezeket a szokásokat kialakítani például. Csak röviden a visszajelzésekről, akik önöknél megfordultak előadásokon, szülők, mit mondtak, mennyiben segítette ez a továbbiakban ezek az itt megszerzett tudás? Minden alkalommal én ott vagyok és várom a véleményüket, illetve egy évad végén mindig szoktunk készíteni egy fölmérést, hogy mit szeretnének, és milyen témákat, milyen előadókat. Ebbe ők nagyon sok javaslatot tesznek. És abból látszik, hogy talán jó úton járunk, hogy nagyon sok visszatérő vendégünk van az újak mellett, akik ellátogatnak hoznánk egy új témára, vagy már a gyermekük tovább nőtt, fejlődött, és egy új témakörrel kell, hogy foglalkozzanak, mert az élet már tovább haladt. Köszönöm, hogy itt volt, és gratulálok a jubileumhoz, és további több év és együttműködés, illetve programsorozatot kívánok jövőre is. Nagyon szépen köszönöm. Kik az autisták, hogyan élnek, mit tudnak, vagy éppen mit nem tudnak? Ezek a kérdések talán sok emberben felmerülnek, amikor találkoznak egy ilyen emberrel, de senki nem meri ezeket a kérdéseket feltenni. Egle Botont pénteken délután a Szent Család plébánián tartott az Élet felnőtt autista szemmel előadásából választ kaphattak az odalátogatók ezekre a kérdésekre. Az előadás és az autizmus kapcsán beszélgettünk vele. Egle Botond az ELTE Társadalomtudományi Karán tanul szociológiát. Emellett az autizmus jobb megismeréséért dolgozik különböző civil szervezeteken, illetve csoportokon keresztül. Előadásainak célja, hogy saját történetének megosztásával másokon segítsen, illetve elfogadóbbá tegye az embereket a témával kapcsolatban. Az igazság, hogy az autizmusról nagyon nehéz jó képet kialakítani. Egyrészt azért, mert társadalmi szinten még közel sem elég ismert, másrészt azért, mert nincs olyan, hogy ilyen az autista. Minden egyes autista más pont, mint ahogy minden egyes ember, és ez egy nagyon sajátos állapot, mert más hátrányos helyzetekkel ellentétben itt mindenkinek nagyon személyre szabottak a nehézségei, az erősségei, az élete. Pont ezért azzal, hogy minél több történetet, minél több autistát megismer az ember, annál közelebb kerül ehhez az igazából megfoghatatlan képhez. Egy ilyen eseményen azt szeretném, mint tapasztalati szakértő, hogy az én történetemen, illetve az általános autizmus tudáson keresztül az emberek egy kicsit közelebb kerüljenek ennek az állapotnak a megértéséhez és a mindennapokban való könnyebb kezeléséhez. Bárki ellátogathatott a rendezvényre? Igazából mindenkit várunk, tehát tényleg mindenkit. Hogyha az ember belegondol, hogy a legmegengedőbb számok szerint is 100-ból egy ember autista, akkor, és ez Magyarországra is igaz, akkor nagyon könnyen rájöhetünk, hogy minden iskolában, minden munkahelyen, mindenfelé vannak autisták, csak nem ismerjük föl, nem tudjuk megfelelően kezelni, lehet, hogy kiszorulnak akár a társadalomból. Azzal, hogy erről az egész állapotról egy racionálisabb képet alakítunk ki, azzal sokkal könnyebben megkönnyítjük a saját életünket is, hiszen mi magunk is könnyebben élünk egy csomó embertársunkkal, hogyha tudjuk, hogy kezeljük őket. Az előadótól arra is választ kaphattunk, hogy miben is nyilvánul meg az autizmus, és esetlegesen milyen hátránnyal jár. Van egy fajta folyamatos hátrány a megértésben, a nagyon sok szituációnak a kezelésében, bizonyos szinten, hogy akár a barátaimmal, vagy egy jól ismert közegben vagyok, még ott is lehet egyszerűen az, hogy nem értem a helyzetet, nem értem, hogy mi van a másik fejében, ez nálunk sokkal nehezebb, és már is egy kicsit hátrányos helyzetben vagyok. Olyan hátrányos megkülönböztetés, amiért ombudsmanhoz fordulhatnék, szerencsére nem ért engem.
Sok olyan ember van, aki nem is tudja elképzelni magát az autizmust, és azt, hogy ezt hogyan lehetne fejleszteni. Az idő előre haladtával ez egy változó dolog. Az autizmust egy spektrumként kell elképzelni, ami azt jelenti, hogy vannak magasabban és alacsonyabban funkcionálók, mindannyian autisták, de nagyon másképp jelenik meg náluk ez az egész állapot. Én elég közepesen funkcionáló autista vagyok, akit nagyon-nagyon jól fejlesztettek, és szerencsére jó a verbalitásom. Többek közt ezért tudtak fejleszteni. Amikor még fiatalabb voltam, és sokkal kevesebb fejlesztést kaptam, akkor sokkal nehezebben boldogultam. Nagyon másképp alakult ki az emberekben rólam, mint akár, hogyha most vagy egy-két évvel ezelőtt találkoztak velem. Éppen ezért ez egyrészt változó, másrészt meg most már van, hogy nem hiszik el, hogy lennék én autista, amikor nem egyedül áldogálok a sarokba, meg beszélek. Ez nem változik, csak az ember egyre többet tanul. Egle Botond arra is választ adott, hogyan is néz ki ez a fejlesztés. Ez gyakorlatilag egy kurzus az életre. Az autizmus egy olyan állapot, ahol, ahogy mondtam is, nem látok a fejedbe. Nagyon nehéz azt megérteni egy autista embernek, hogy mire gondol a másik, egy társas szituációban a kommunikáció milyen irányba halad, mit ért ez alatt, egy csomó ilyen típusú nehézség van. A különböző fejlesztések ezt próbálják meg áthidalni. Én például az arckifejezéseket egyáltalán nem értem természetes módon, ezt Sam or Smiley-ról elindulva egészen videók megállításáig egy több éves folyamatban tanultam meg, és ma is inkább egy gyengébben beszélt idegen nyelves számomra, nem pedig egy ösztönös természetes dolog, és ehhez hasonló különböző dolgokból áll egy fejlesztés mindenkinél egyénre szabottan, amire neki szüksége van. Szerencsére az autisták körülvevő környezet egyre elfogadóbb velük szemben és segíti őket, amiben csak tudja. Nincs ez másként Egle Botondnál sem. Szerencsére én az ELTE társadalomtudományi karán tanulok szociológusnak, és egy nagyon-nagyon jó hely, nagyon-nagyon sokat köszönhetek nekik. Az oktatóimnak is, a karnak is, a hallgatótársaim közül is nagyon sokaknak. Nagyon jól van kezelve, főleg az, hogy nekem a vizsgastressz az egy különösen nehéz dolog, és ez egy nagyon nehezen kezelt helyzet, nagyon sok áthidaló megoldást tudunk kitalálni az oktatóimmal arra, hogy hogyan adjam ki ugyanazt a tudást, és hogyan mérjék ugyanazt a tudást, miközben a sajátos helyzetem nem nehezíti meg, és nem tesz még egy plusz akadályt az egyébként se egyszerű vizsgák teljesítése elé, és talán pont ezért is nagyon nagy értéke van számomra annak, amit ott tanulok, és biztos vagyok benne, hogy jól is fogom tudni hasznosítani. Egle Botond előadó példáját látva és az előadást hallgatva, csak remélni lehet, hogy az autizmus egyre nagyobb körben lesz egyre elfogadottabb, és kevesebb rosszalló pillantásban részesülhetnek az autizmussal élők. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben, következzen az Esti Gyors. Megvan a koronavírus első magyar betege. Olaszországban mindeközben már heten meghaltak, és több mint 200-an megfertőzöttek. A koronavírus egyelőre megállíthatatlan. A helyi iparőzési adó változtatásával csökkenteni a vállalkozók terheit a Nemzeti Versenyképességi Tanács, ami heves vitát generált az elmúlt hetekben. A polgármester közlemény juttatott el stábunkhoz a téma kapcsán. A nyugdíjas foglalkoztatás előnyeit és lehetőségeit mutatták be ma délelőtt a Mértéri meg szakmai fórum sorozat kecskeméti helyszínén. A Bács-Kiskun megyei kereskedelmi és iparkamarában megrendezett eseményen nem csak a nyugdíjasok, hanem a vállalkozási szféra is részletes tájékoztatást kapott. Egy busz megállót borított fel ma a viharos erejű szél Katonatelepen a Kocsispál utcában.
Felborult egy kamion pénteken délután az M5-ös autópálya Újhartyányi lehajtójánál. A halálos baleset helyszínével szemközti pályatesten pedig 6 jármű ütközött össze ugyanakkor. Kedves nézőink, hírórával holnap is várjuk Önöket este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Én mára megköszönöm figyelmüket, de számítok Önökre holnap is. További szép estét, viszontlátásra!